Testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni. Írva található a Máté evangélium a 7. részének 24. és következő verseiben eképpen. Van, aki hallja én tőlem beszédeket és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fővényre építette a házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. Eddig a szent ige. Kedves testvérek, bizonyára mindnyájan érezzük rögtön, amikor ezt a részt olvassuk, hogy itt megint képes beszédről van szó. Tehát nem olyan házról beszél Jézus, amelyikben lakunk. Nem a lakóházunkról, hanem valamiféle lelki házról van itt szó. Nem arról a házról van szó, amelyiket az emberek téglából, kőből, fából, meg más egyéb építő anyagokból szoktak építeni maguknak, hanem valami olyan lelki felépítményről van szó, nyilván amelyik gondolatokból, érzésekből, cselekedetekből, eseményekből, a mindennapi élet ezer apró gondjából, bajából épül föl, lelki házzá, egyéniségünké, belső világunká, életünké. Igen, az életünknek a házáról van szó. Sőt, még ott is annak a legmélyebb alapjáról, a fundamentumáról van szó. Arról, hogy mire épül föl valakinek az élete. Mint ahogyan egy lakóháznál is az a legfontosabb kérdés, hogy milyen a megalapozása annak a háznak. Úgy az életünknél is az a legdöntőbb kérdés, hogy mire épült föl a mi életünk. Mert persze, hogy fontos lehet egy ember életénél az is, ami fölül van, ami kívül van, ami látszik. De ennél még sokkal fontosabb az, ami nem lát, ami belül van, ami alul van, ami az alapját képezi annak az egész életnek, tehát a fundamentuma, az alapja. És már csak azért is olyan nagyon fontos dolog ez, kedves testvérek, mert egyszerűen olyan világban élünk, amelyikben nem csak kedves, simogató, ragyogó napsugár van, hanem amelyikben néha nagyon zúgó záporesők vannak. És pusztító árvizek is lehetnek, és tomboló viharok is dúlhatnak. És érdekes, hogy Jézus milyen reálisan beszél erről a kérdésről. Nem azt mondja, hogy emberek, vigyázzatok, mert jöhet ám az életetekben olyan idő, amikor viharok tépázzák meg az életeteknek a házát, hanem egész egyszerűen azt mondja, hogy emberek, számoljatok vele, hogy ez pedig így lesz, hogy jön az árvíz, és jön az eső, és fújni fognak a szelek az életetekben. Egyszerűen azért, mert ez hozzátartozik az embernek az életéhez, hozzátartozik a földi élethez. Tehát nem csak egy-egy pehes és sorsfürdözött embert érnek mindenféle bajok és viharok ebben a földi életben, hanem egyszerűen ez az emberi sors. Minden egyes élet házába előbb vagy utóbb beleütköznek az életét megtépázó erők, talán a gondoknak és a csalódásoknak az árvize, talán a lelki fájdalmaknak vagy a ki nem elégített vágyaknak a vihara, talán a keserű könnyeknek a zápora. Úgy szokták ezt mondani egész egyszerűen és röviden, hogy minden háznak megvan a maga keresztje. És minden szívnek van valahol egy sebe. Minden életnek van valami baja, valami egészen speciális terhe, batyúja, nehézsége. És mindenkinek az életében jön egyszer olyan idő, talán nem is egyszer, többször is, amikor ömlik az eső, és emelkedik az árvíz, és fújnak a szelek.
ó, de hirtelenül és ó, de váratlanul tud rátörni egy-egy élet házára egy ilyen ijesztő vihar. Tegnap talán még ragyogó, békés napsütés volt fölötte. Az örömnek és a boldogságnak a dala zengett benne, és utána egyszerre váratlanul elsötétült az ég, és úgy csapott rejá a baj, vagy a bajoknak talán egyenesen az áradata, mint hogyha villámcsapás érte volna azt a házat. Megrendült, belerendült az egész élet. Vajon ki fogja-e bírni a vihar? Nem fog-e összeomlani? Mind attól függ, hogy milyen az alapja, hogy mire épült föl. És kedves testvérek, még hogyha esetleg előfordul is az, hogy egy ember nagyobb megrázkódtatások nélkül élheti végig az életét, előfordul is az, hogy esetleg nagyobb bajok elkerülik életének a házát, akkor is egy még hátra van, ami egészen bizonyosan rátör egyszer mindenkire, az utolsó. Ha hamarabb nem, akkor a halálban, az utolsó ítéleten, kivétel nélkül mindenki meg fogja tapasztalni teljes kemény valóságában Jézusnak ezeket a szavait, hogy ömlött az eső, és emelkedett az árvíz, és fújtak a szelek. És akkor válik azután igazán akuttá az a kérdés, hogy jaj, mire volt fölépítve? Nos, testvérek, Jézus azt mondja, hogy az emberi életnek a fundamentuma, a legmélyebb alapja vagy homok, vagy pedig kőszikla. Sajnos nagyon sokszor homok. És nagyon sokszor észre se veszik, hogy mennyire homok. Sokan voltak, különösen a múltban, akik azt hitték, hogy az emberi életnek a legmegrendíthetetlenebb megalapozását a vagyon adja. A földbirtok. Egyenesen így is nevezték, hogy az ingatlan. És utána jött a nagy történelmi vihar, kimosta alóluk ezt a talajt, mint az árvíz a homokot. És kiderült, hogy nem lehet rá tartósan építeni. De aki az egészségére épít, a fiatal életerejére, mert érzi, hogy van benne duzzadó erő, az is homokra épít. Mert elég egy rosszul irányzott lelépés egy villamosról, és már is megrokkan ez az alap, és összedől minden. Ismertem valakit, aki a boldog családi élet reménységére építette föl az egész életét. Elképzelte magának, hogy így lesz, meg amúgy lesz, aztán nem úgy lett. Jöttek a csalódásoknak a viharai. Alapjaiban rendült meg az egész ház. És az illető úgy érezte, mint hogyha egy egész világ omlott volna össze a lelkében. Hányszor van olyan, aki mindent föltett egy szerelemre, vagy egy kedves személyre, vagy egy nagyszerű ambícióra, még az Istenben való hitét is erre tette föl, és azután egyszer jött valami hideg zuhany, vagy jött valami sodró áradat, és a szószoros értelmében beteljesedett, amit Jézus mondott, hogy összeomlott. És nagy lett annak a háznak a romlása. Persze nem arról van szó, hogy a pénz, meg a vagyon, meg az egészség, meg a boldog családi élet, meg a szerelem, meg egy kedves személy ne volna jó dolog. Persze, hogy jó dolog, csak alapnak nem jó. Felépítménynek nagyon jó. Csak arra nem jó, hogy az ember erre alapozza rá az egész életét, és erre építsen föl minden.
mert ez mind tulajdonképpen alapnak olyan, mint a homok. Nem tartja meg az életet, amikor egyszer ömlik az eső, és jön az árvíz, és fújnak a szelek. Azt tehát most itt a nagy kérdés, hogy mi akkor az a kőszikla, ami aztán igazán rendíthetetlen fundamentumot adhat egy ember életének. Jézus azt mondja, aki hallja én tőlem beszédeket, és megcselekszi azokat. Nézzük csak egészen részletesen mostan, hogy mit is ért Jézus ez alatt. Aki hallja én tőlem beszédeket. Tehát Jézusnak a beszédei, mondjuk így egyszerűbben, ahogyan szoktuk mondani, Istennek az ígéje, ez az a legmélyebb alap, amire rá lehet építeni egy emberi életet. Talán furcsán hangzik, hogy a beszéd, a szó, az íge, az ilyen kőszikla alapot jelenthetne az életünk alap. De gondoljátok csak el, kedves testvérek, milyen érdekes dolog az, hogy nincs olyan szituációja a mi emberi életünknek, amelyikben az Isten ígéje ne lenne érvényes, ne lenne aktuális, ahová ne való volna oda, mindenféle helyzetbe oda való, az Istennek az ígéje. Képzeljétek el, egyformán hangzik a bölcső fölött és a koporsó fölött. Egyformán aktuális az Isten ígéje a mennyegzői örömben és a fájdalmaknak az éjszakáiban. Ott volt az Istennek az ígéje a teremtés hajnalán. És ott lesz az Isten ígéje akkor is, amikor ég és a föld mind elmúlnak már. És valóban így van, hogy velünk van, vagy velünk lehet, ha valaki igényli, velünk van az Istennek az ígéje az életünk vidám óráiban, és megszenteli az örömünket. Éppen úgy, mint a csalódásoknak és a gyásznak a fájdalmában, amikor pedig megvigasztal bennünk. Velünk van az Isten ígéje a bőségben és a szükségben, a nevetésben és a sírásban, a gazdagságban és a szegénységben, a boldogságban és a boldogtalanságban. Itt is itt van most velünk ebben a gyülekezeti közösségben, és ugyanakkor ott is jelen lehet, ahol kórházi betegágyon egyedül kínlódik valaki a halálban. És majd abban az utolsó órában, amikor a kezünket fogó drága kéznek a szorítását se érezzük már, és amikor minden kedvesünk visszamarad ezen az innenső parton, és elnémul a számunkra a madárdal, és besötétedik a napfény, és minden és mindenki elhagy, Isten ígéje akkor se hagy el. Akkor is velünk jön. És beteljesedik az, amiért itt a földön így könyörögtünk, hogy mellőlem el ne távozz, ha majd én távozom. Ez a csodálatos íge, Jézusnak a beszéde, a szava nem távozik el. Sőt, ugyanez az íge, amit itt hallottunk, jön majd felénk a túlsó oldalról is. És mutatja az utat. Olyan sokszor megtapasztaltam már testvérek, haldoklóknál Isten ígéjének azt a csodálatos erejét, hogy áthatol a léleknek olyan rétegein, és behatol a léleknek olyan mélységeibe, ahova az emberi szó már nem ér le. Igen, ez az íge fog majd kísérni bennünket át azon az ismeretlen, titokzatos határ. És ez az íge fog majd várni bennünket oda, ahol még mindig érvényes lesz, és ahol még mindig ható tényező lesz az Isten szava, a beszédek, amelyeket Jézus mondott.
ezért a legmélyebb alapja az egész emberi életnek az, amit az Isten mond. Aki hallja én tőlem ezeket a beszédeket, mondja Jézus. Micsoda nagyszerű dolog hallani ezeket a beszédeket. Hiszen annak a szava hangzik a Jézus beszédeiben, így hadd mondjam, annak a szava hangzik Jézusban, akinek a trónja felé vezet minden út, mindnyájunknak az útja. Örömök és szenvedések, vigasztalódások és csalódások, viharok és napsugaras tájak, rengeteg stációján keresztül, de mindnyájunknak az útja az ő trónja felé vezet, és onnét hangzik felénk ez az íge. Értitek már, hogy miért egyedül az Isten szava az egyetlen, rendíthetetlen fundamentuma az emberi életnek? Mert ez az egyetlen, ami megmarad. Mert ez az egyetlen, ami állandó. Mert ez az egyetlen, ami hű marad, ami mindig ugyanaz marad. És mert ez az egyetlen, amelyikről elmondható, hogy nincs olyan pillanat, amelyikben ne lenne érvényes, és ne lenne aktuális. Ott van például a bűn elkövetésének a pillanata. Ebben is Istennek az igéje ítél meg. És Istennek az igéje ad bocsánat. Vagy ott van az a pillanat, amikor minden kilátástalanná és minden értelmetlenné válik egyszerre az életünkben. Ebben a pillanatban is egyedül az Istennek az igéje az, amely új világosságot gyújt, és új reménységet támaszt az embernek a szívében. Ég és a föld elmúlnak, és vele együtt elmúlik mindaz, amivel az ég meg a föld vigasztalt vagy keserített, búsított vagy megörvendeztetett, de az ő beszédei soha el nem múlnak, és ezért nem múlnak el soha azok sem, akik ebből a beszédből éltek, akik ezzel a beszéddel haltak meg, akik társai akarnak lenni annak, aki ezeket a beszédeket mondta, aki maga ez a beszéd, a testté vált isteni íge, isteni szó. Ezért olyan rendíthetetlen szikla alap az Isten ígéje, amelyik dacol mindenféle viharra. De Jézus még valami nagyon fontos dolgot hozzátesz. Aki hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azt. Tehát nem az íge maga ez a szikla, hanem az az íge, amit valaki megcselekszik. Amit valaki megtesz. Amit valaki egészen komolyan vesz az életében. Tehát nem az az íge, amit naponként mechanikusan úgy átfut a szemünk a Bibliában, vagy amit úgy septiben gyorsan munkába indulás előtt, vagy elolvás előtt, még hirtelen elolvasunk a lózunkban, az útmutatóban, az is lehet homok, hanem csak az az íge, amit valaki ténylegesen meg is cselekszik. Mit jelent megcselekedni? Hát egyszerűen azt jelenti, hogy megélni. Élni vele. Élni általa. Azzal az igénnyel olvasni, és azzal az igénnyel hallgatni, hogy itt pedig most az az Isten szól hozzám, akinek a szava teremtő erő. Akinek a szava vigasztaló, gyógyító, felemelő és sorsot formáló hatalom. Mert csak ezzel az igénnyel érdemes Isten igényével egyáltalán foglalkozni. Megcselekedni azt jelenti, hogy bár a gondoknak a valóságát komolyan veszem. Például azt, hogy hogyan lábalok ki egy-egy pénzügyi zavarból. Vagy hogyan fogok kijönni a kicsi nyugdíjamból? Vagy hogy mi lesz akkor, hogyha a gyermekem mégsem juthat be az egyetemre?
Tehát komolyan veszem a gondoknak a valóságát. De még sokkal nagyobbnak tartom annak az ígének a realitását, hogy a holnap is az Isten kezében van. És semmi nem jöhet reá, ami nem ment volna át előbb az ő cenzúráját. És hogy minden javára lesz azoknak, akik az Istent szeretik, és nekem is, hogyha meg nem hűl a szívemben az Isten iránti szeretet. Megcselekedni az ígét azt jelenti, igaz, hogy megbántott valaki, súlyosan, aljasul, megérdemelné, hogy én is úgy bánjak vele, ahogyan ő, de még sokkal igazabb az, amit Jézus mondott, jót tegyetek azokkal, akik titeket bántanak és üldöznek. És minden érzelmem ellenére ehhez tartom magam. Igaz, hogy rettenetes a kísértés, nem lehet ellent állni, de még igazabb az, ami megvan írva, hogy soha nem hágy feljebb kísérteni, mint hogy elszenvedhetitek, és a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja nektek. Harcolhatok tehát tovább. Igaz az, hogy talán túl sok teher nehezedik reá, nem bírom már tovább. Igazán nem csoda, ha kiborulok, de mégsem nem kiborulok, hanem leborulok. Azelőtt a valaki előtt, aki megmondta, hogy örökkévaló szeretettel szeret, és hordom tovább a terheket. Abban a bizonyos tudatban, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Nos, valami ilyen formát jelent hallani és megcselekedni az ígét. Valami olyan formát jelent, hogy merek engedelmeskedni, hogyha emberileg őrültségnek látszik is, de az Isten mondta. Vagy merem megmondani az igazságot, ha butának tartanak is érte, de az Isten ezt parancsolja. És abban a bizonyos tudatban merem ezt cselekedni, hogy Isten pedig nem fog cserben hagyni. És be fogja váltani az ő ígéretét. Megcselekedni a hallott ígét azt jelenti, hogy mindent oda viszek az Isten elé. A kollégámat, akinek valami baja van, nehézsége van, azt a gondolajáló levelet, amit meg kell írnom valakinek, az őszi simogató napfényt, amelyiket egy kirándulás közben élvezek, a vietnámi háborúnak a dolgát, amit az újságban olvasok, a gyermekem lázát, a szomszédom betegségét, a munkám terhét, a pihenő napomnak a nyugalmát és békességét, mind hálaadó és könyörgő imádságban oda tárok az Isten elé. Valami ilyen formát jelent megcselekedni. Mert testvérek, egyet jegyezzünk meg, csak az íge válik kőszikla alappá alattunk, amelyikre ténylegesen ráállunk. Volt egyszer egy nagyon egyszerű hívő ember, úgy hívták, hogy Müller György. Nagyon sokan ismeritek a nevét néki. Egy egész árvaházat, annak minden gondjával és több ezer árvájával együtt ráépített erre az ígére, hogy kérjetek és adatik néktek. És ő kért és adatot néki minden, amire szüksége volt. Soha emberektől nem kért semmit, akármire szüksége volt az árvaház. Mindig minden csak az Istentől kért, és az Isten mindig kiutalta neki. Persze embereken keresztül, amire szüksége volt. És soha nem vallott szégyent a több ezer árvájával együtt. Tehát csak az az íge válik fundamentummá, rendíthetetlen alappá, amelyikre rámerünk állni. Aki csak úgy veszi magához az ígét mellékesen, mint egy ünnepi hangulat, ünnepélyes hangulatot, vagy mint egy szippantást az örökké valóságnak az atmoszférájából, vagy mint egy szép gondolatot, annak az egész hitélete is csak homok hit marad. De nagyon sok ilyen homok, keresztjén, hite, szenvedett hajótörést már az életnek a viharaiban.
De annak, aki rámer állni arra, amit Jézus mondott, aki meri reszkírozni azt, hogy együtt jár és együtt él Jézussal, annak a számára minden szó, amit az ígében olvas, rendíthetetlen kősziklává válik a talpa alatt, és ott azt fogja érezni, hogy az Isten keze tartja. Mert, atyám fiai, Jézus maga az a kőszikla, aki ezt az alapot jelenti a lábunk alatt. És Jézus maga az az isteni kéz, amelyik soha el ne enged. Jézus maga az az örökké valóság, amelyik mindig megmarad. Jézus maga az a békesség, amelyik minden értelmet fölül halad. Ő az egyetlen, akire mindig számítani lehet, akire mindent rá lehet építeni. Mert testvérek, az élet tulajdonképpen mindig nehéz, és mindenkinek nehéz, maga az élet nehéz, a boldogság is nehéz, meg a boldogtalanság is, meg a feladataink is, meg sokszor a szívünk is, meg a jólét is, meg a szomorúság is nehéz, nem bírja el a homok. Viszont azon a kősziklán mindnyájunk számára van még.